Egy fontos határidő kérdésével zárjuk most a Start Plus-t, amiről dr. Bensősz Mária, a generációkutató mentálhigiénész szakemberrel fogunk beszélgetni. Jó reggelt kívánok! Mert hogy 8 napjuk van a szülőknek, hogyha szeretnék az oktatási hivatalhoz beadni azt a kérelmet, hogy a gyerekünk még maradjon egy évig óvodás és ne menjen iskolába. Ugye 18-án van ez a határidő, és aki augusztus 31-ig betöltötte a 6. évét, őnál áll fönn ez a döntési helyzet. Ne beszéljünk most ennek a bürokratikus részéről, hanem inkább arról, hogy szülőként mire érdemes figyelni, milyen jelekre. Még ezt is pontosítanám, mert hogy én inkább az évvesztességről beszélnék, magáról az évvesztesség fogalmáról. Hiszen, hogyha megnézzük, ugye mentálhigiénés szempontjából, ugye a fejlődés elméletben Erikson a 8 szakaszra bontotta az emberi életet, és abból 3 szakasz van a fiatalokhoz kapcsolva. Tehát ez egy eléggé fontos, és az emberi fejlődésnek egy meghatározó része, hogy mit töltünk óvodában, mit töltünk iskolában, és mit töltünk ugye középiskolában. És itt szeretnék ahhoz kapcsolódni, hogy amikor egy szülő dönt arról, és egy kicsit így lépjünk hátra, és nézzük meg, hogy miről döntünk, és kinek az életéről döntünk. Tehát amikor döntünk arról, hogy egy évet adunk még a gyermeknek, ilyet mondjuk például látok nagyon sokszor az a középiskolába felkészítő egy év, vagy alapozó, vagy kihagy egy évet, vagy bármilyen indokból, hogy az oktatást ugye egy évvel csúsztatjuk, az mit okoz, okozat az ő életében, a gyermeke életében. Mert hogyha egy kicsit ugye távolabbról megnézzük, és mondhatnék ide egy saját példát is, akkor az egyik rokonom 21 éves volt, mikor érettségizett, mert annyi évvesztesége volt, halmozottan hátrányos ebből a szempontból, plusz még egy felkészítő éve is volt, és emiatt majdnem 21 volt, mikor érettségizett. Én 21 évesen már diplomával rendelkeztem, én 17 és fél volt, amikor én érettségiztem. És hogy azt lássuk meg, hogy milyen, tehát hogy ez mit okoz, milyen stresszt okoz például a fiataloknál, hogy plusz egy év, és hogyha 21 éves korában kezd el egy egyetemet, az mit jelent abban a világban, ahol 20 évesen már milliómosnak kell lenned, ahol azt látja minden nap, hogy a TikTokban, hogy én lemaradok, hogyha én valamit nem értem el 25 éves koromban. Ha túl korán kerül iskolába, akkor még nem tudja felvenni a versenyt, és az ugyanolyan stressz helyzetet jelenthet. Tehát, hogy ezt kell jól belőni a Igen. szülőnek, ugye? És ez a szülőnek ugye a feladata, hogy megismerje a gyermekét, hogy tudja, hogy mi alapján hoz döntéseket, milyen típusú ember az a gyermek, és az lehet független attól, hogy ő mikor született. Tehát, hogy kellene ki például plusz egy év arra, hogy megalapozza bármilyen tudását, vagy bármilyen előkészítését, hogy fel tudjuk-e mérni, hogy azt, amit mi hoztunk döntést, az az ő életére mit fog hozni, mert az a rossz hírem, hogy ez a sebes világunk, ez nem fog vissza, tehát, hogy ez csak gyorsabb lesz, és hogy azt érzem a szülőkön, hogy ők a saját életükből hoznak döntéseket. Tehát, hogy ő akkor, abban az időben ugye offline gyermekkoruk volt, offline életük is volt, és hogy akkor, amit hozott döntést, az nem volt olyan harderejű arra a gyermekre, vagy arra az énre, amiben ő élt, de most már nem ebben vagyunk. És ezt is kevesen tudják, de hogyha megnézzük generáció alapján, hogy ki a legstresszesebb, akkor a gyermekeket hozzák ki folyton. Tehát, hogy az a stressz helyzet, amiben a gyermekeink vannak, és az legyen kisiskolás, az legyen középiskolás, borzasztó verseny van, szorongás van, nem alvás van, viselkedési problémák vannak, és ez ugye ennek csak egy plusz lehet az, hogy ő azt látja, hogy ő neki jól kell járnia iskolába. Pont meghallottam egy beszélgetést, és nem szeretek így behívni ugye, kutatás nélkül ilyen beszélgetéseket, de az IKEA-ban egy 20 éves forma lány mondta azt mellettem hangosan, hogy ő neki látnia kell az egyetem tantárgyi hálóját, hogy tudja, hogy mit fog tanulni, mert ő nem ad 4 évet arra, hogy csak úgy jelentkezzen egyetemre. Könyörgöm, a hallgatók azzal foglalkoznak, hogy mi a tantárgyi háló. Tehát ilyet szerintem soha nem látott a világ, hogy így megnézze pontosan, hogy melyik tantárgyat mikor fogja tanulni, és ez már nagyon szépen jelenti azt, hogy ők tényleg felkészültebbek a világra, tényleg figyelniük kell arra, hogy hova képezzik magukat. Talán még nincs is az a pozíció, és sokszor, mint oktatóként, egyetemi oktatóként, nincs is az a pozíció, amire én tanítom őket. Igen. És hogy amikor ilyen horderejű kérdésekben dönt a szülő, hogy évet veszítsen így, akár azáltal, hogy így az óvodából, vagy a kisiskolából, akkor figyeljük meg a gyermekünket, lássuk meg a hosszú távú hatását, mert Magyarország sajnos nem, a Hofstede kultúrtipológia
ból itt dúlva ki, nem hosszú távban gondolkoznak a magyarok. Uh-huh. Tehát inkább rövid távon, ezért kérem mindig a szülőket, hogy nézzük azért meg, hogy milyen az gyermek, milyen szerepeket vesz fel az a gyermek a társas viselkedésben, hogyan kezeli a stressz, hogyan kezeli azt, hogyha mondjuk valaki nem játszik vele, vagy elfordul tőle, tehát hogy ezeket hogyan dolgozza le, mert minket mímel. Ha jól értem és összegzem, akkor jól kell ismernünk a gyerekeket, úgyhogy és hallgassuk meg szakember tanácsát, ha valamit látunk, köszönjük, hogy itt volt. Köszönjük szépen. Én is. És az önök figyelmét is. Köszönjük szépen, holnap reggel újra jövünk. Fórum. Fórum, ma este vagy? Nem, ma este nem vagyok. Aha, és az atv.hu pedig a beszélgetéseinket is visszamészhetik, és a friss híreket is megtalálják. Egész nap fórumozunk, tartsanak velünk.